Gondozója ölében immár biztonságban van az a kutya, amelyet hétfőn fogtak be az állatvédők az autópályán. Szerencsére épp bőrrel úszta meg a kalandot, mindössze néhány kullancsot kellett eltávolítani rövid bundájából. Sajnos egyre több az állatkínzás, egyre több kutyát tesznek ki az autópályákon. Jelenleg két ilyen esetünk volt most hirtelennyében, egyiket az M1-es autópályán tettek ki Tata közelében, és egyet pedig lent tegnap találtunk a 6-os autópályán, Szászhalombattánál a 26-os kilométernél egy szálkásszőrű kis tacskó, amit viszont az érdi állatmenhelynek adtunk, hogy csinálják valamit, tegyenek érte. A szerencsés kutyus a Fortuna nevet kapta, ami nem csoda, hiszen a szakemberek szerint heteket is eltölthetett a forgalmas autópálya közvetlen közelében. Nem a kocsik feleszaladt, hanem bent a vadháló mellett. Sajnos Magyarországon egyelőre nagyon kevés befogadó van, több kutya érkezik a menhelyekre, mint amennyi új gazdára talál. Most ugyan 11 kutyusnak sikerült gazdát találni, igaz, Németországba, gazdihoz mentek, de mai nap folyamán 4 kutyát hoztak be, tehát 4 kutyával lettünk megint többen. Azt is megtudtuk a menhely vezetőjétől, hogy sok segítséget kapnak munkájukhoz önkéntesektől és nagy áruházláncoktól is, amelyek nélkül lehetetlen lenne a bajba jutott állatokon hatékonyan segíteni.